Tirpán Fesztiválhoz konkrétan második alkalommal csatlakozunk, de ezt megelőzően már 2001 óta a Szívvilágnapja rendezvénysorozathoz, ami egy országos, illetve nemzetközi rendezvénysorozat, a kórházunk folyamatosan csatlakozott. Fontosnak tartjuk a lakosság közeli figyelemfelhívást és a lakosok közvetlen megszólítását, hiszen ebben az esetben egészséges vagy olyan betegekről, emberekről beszélünk, akik még nincsenek tudatában a betegségüknek, a kórházon belül pedig zömében már betegekkel találkozunk. Tehát ez egy más populáció, ez egy más csoport, akinek a megszólítása azért fontos, hogy a lehető legtöbbet tudjanak megtenni annak érdekében, hogy ne legyenek betegek és ne kerüljenek kórházba. Minden szempontból fontos, hogy megszólítsuk is mindenhol a lakosságot és a betegeinket. Ez a fesztivál egy gasztronómiai fesztivál alapvetően, de kapcsolódik az egészséges táplálkozással, az egészséges életmódhoz. És a lakosság szám, illetve a lakosok megfordulása ezen a rendezvényen elég magas, és azt gondoljuk, hogy így tudunk minél több emberhez közvetlenül eljutni ezen az egy napon. Kórházunk, illetve a dolgozóink azonban nem csak az év ezen egy napján tartják fontosnak azt, hogy megszólítsuk a lakosságot, hanem a megyében több olyan rendezvény van, ahol szűrőcsapataink részt vesznek, és a szűrőcsapatainkat elhívják, ahol hasonló módon a vércukorméréssel, vérnyomásméréssel, testtömegindex mérésével, illetve dietetikai tanácsadással tudunk a lakosok számára segítséget nyújtani. Mi a jellemző, mennyien veszik igénybe ezt az ingyenes szolgáltatást, illetve mennyi ember tudnak kiszűrni, akinél már konkrét probléma van? Körülbelül 1000 ember az, aki részt vesz egy ilyen szűrőprogramon a Szívvilágnapja alkalmából. Ez egy egészen magas szám, azt gondolom, és körülbelül 15-20 az a beteg, akinél már olyan magas értékeket találunk, hogy nem elég az életmódváltás, hanem beavatkozásra van szükség. Őket szakrendelésekre, akár sürgősségi betegellátásra irányítjuk. Mi lenne az ideális állapot, hogy az embereknek a felkészítését mikor kellene, vagy lenne jó megkezdeni? Óvodáskorban, azt gondolom, és erre komoly kezdeményezések vannak az óvodás és az iskoláskorú gyerekeknek a megszólításában, hiszen nagyon fontos az, hogy már a gyerek is tudatosuljon és szembesüljön azzal, hogy egészségesen kell élni, többet kell mozogni, nem jó az, amikor elhízott egy gyerek, és akár a közösség is kiközösíti, illetve nagyon fontos ennek az a része is, amikor a gyerek hazaviszi ezeket az információkat, és már a szülővel szembesíti akár azokat a problémákat, vagy azokat a számára is nem egészséges tényezőket, amit a családon belül tapasztal. Tehát ennek nagyon fontos oktató célzata van, óvodától, iskolától, középiskolától kezdve a családok irányába egyaránt. Én azt gondolom, hogy a kórháznak ebben van feladata, van társadalmi felelősségvállalása, van missziója. Éppen ezért a kórházunk olyan egészségfejlesztési irodák létrehozását tervezi, ahol a lakosságot, a gyerekeket, az iskoláskorú gyerekeket is tömegsportrendezvényekre, életmódtanácsadásokra, különböző klubfoglalkozásokra igyekszünk rávenni, hiszen nagyon nehéz megmozdítani a lakosságot, és ez egy nagyon-nagyon komoly feladatunk. Hát az egészségügyi intézményeknek most már van egy ilyen prevenciós feladata is, tehát most már nem csak a gyógyítása a feladat? Szerintem alapvetően a prevenció is a feladata. Prevenció, kuráció és a rehabilitáció. Tehát a kórházat megelőző, a kórházi kezelés és a kórház utáni kezelés is fontos, hiszen egy beteget teljes ciklusa alatt nyomon kell követnünk, nem csak akkor, amikor kórházba kerül. A prevenció része volt az is, hogy a Józsa András Oktatókórház dolgozói egészséges ételt kínáltak a Szívvilágnapján az odaérkezőknek. Mi volt ez? Igen, csirkemelt csíkokat kínáltunk salátaágyon és grillezett almát. Vezető halálok Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedés, és ebben kiemelt szerepet kap a szívizom infarktus, amely nagyon magas halálozással jár. Szerencsére azonban a megfelelő időben nyújtott kórházi kezelés ezt a halálozást nagyon jelentősen tudja csökkenteni. Ma már Magyarországon megoldott, hogy a tünetekkel jelentkező beteg egy órán belül ellátást kap a szívkatéteres laboratóriumban, ami az elzáródott kusztorér megnyitását jelenti. Így a szívizom további elhalástól megmenthető, és az életben maradási esélyek lényegesen javíthatóak.
Milyen tünetek hívják fel egy infarktusra a figyelmet? Az infarktus kialakulhat sajnos megelőző tünetek nélkül is, hogyha rizikótényezők fennállnak, de ha a korábbi koszorúes szűkület már tüneteket okoz, ennek a jele az, hogyha elsősorban mozgás közben mellkasi fájdalom vagy légszom jelentkezik, amely kezdetben, tehát infarktus nélkül hamar megszűnik a terhelés megszüntetésekor. Az infarktus során egy nyugalmi, nagyon erős fájdalom jelentkezik, ezzel annak is tisztában kell lenni, akinek nem volt megelőző szívbetegsége, mert itt lenne nagy jelentőség, hogy azonnal mentőt hívjon a beteg, hiszen az ellátás, ahogy az előbb említettem, a sikeresség attól függ, hogy milyen hamar kerül ellátásra. Mennyi az az időablak, amelyben a betegnek orvoshoz kell kerülni? Minél előbb, annál jobb, de az infarktusos beteg mindenképpen kerüljön kórházba, hát ha később jön, az sajnálatos, de akkor is nagyon fontos a kórházi kezelés. Itt a szívizom még a 12 órán, 24 órán túli megnyitástól is remélhet javulást a továbbiakat illetően. Kik a leginkább veszélyeztetettek? Az ismert rizikó tényezők a szív- és érrendszeri betegségre és az infarktusra is sokszor hangsúlyozottak, de nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy ellenőrizze, hogy fennáll-e. Pedig nagyon egyszerű vizsgálatokkal eldönthető, hogy milyen a vércukorszintünk, van-e cukorbetegségünk, milyen a vérnyomásunk, tehát van-e magas vérnyomás betegségünk, illetve én a koleszterin szint tudatosságot is hangsúlyoznám, mert ez is fontos a továbbiakban, hogy kell-e gyógyszeresen kezelni, vagy esetleg elég az étkezési szokásokat változtatni. És hát ami biztosan köztudott, de kevéssé megfogadott tanács, hogy a testsúly felesleg és a mozgásszegény életmód szintén nagy mértékben hozzájárulhat a érrendszeri betegség kialakulásához. A megelőzésben milyen szerepet töltenek be a házi orvosok? Én azt hiszem, hogy az elsődleges szűrés tulajdonképpen az ilyen rendezvényeken kívül a házi orvosi rendelőben kell, hogy történjen, hiszen minden orvos-beteg kapcsolatkor legalább egy vérnyomásmérésnek meg kell történnie, illetve ha nem ismertek ezek a paraméterek, amik egyszerű laborvizsgálattal elvégezhetőek, mint vércukor szint vagy akár koleszterin is, akkor ezt hát érdemes bizonyos életkor után mindenképpen tisztázni, és akár évente is ellenőrizni. Milyenek a gyógyulási esélyek egy infarktuson átesett betegnél? Az infarktus gyógyulása függ, hogy milyen hamar tudtuk megnyitni az eret, hiszen ha időben, akkor lényeges szívizom károsodás nélkül a beteg teljesen rehabilitálható lehet a megfelelő kezelés mellett. Ha viszont késve érkezik, akkor az elhalt szívizom a túlélés esetén is szív elégtelenséghez vezethet, és így csökkent munkavégzés várható az aktív életkorban is. A stroke a harmadik leggyakoribb halálok Magyarországon, és a leggyakoribb rokkantságot okozó megbetegedés, ami igen nagy terhet jelent a család, az egészségügyi ellátórendszer és egész társadalom számára. Igazán a hatékony idézőjelben kezelés a megelőzés volna, hogy azokat a betegségeket kezeljük megfelelően, amelyek a stroke hátterében állhatnak, illetve az életmódunkkal próbáljunk mindent megtenni azért, hogy ne is kerüljünk ilyen helyzetbe. Mik a legfontosabb rizikótényezők? Elsőjén a stroke, a magas vérnyomást kell említeni. Betegeink 83%-ának van magas vérnyomás, ami nagyon magas arány. Ha hasonlítom a nemzetközi átlaghoz, az 70% körül van. A második leggyakoribb rizikótényező a cukorbetegség. Betegeink negyed része cukorbeteg, és ami még elgondolkodtatóbb, hogy betegek fele akkor tudja meg, hogy cukorbeteg, amikor megtörténik az első fontos súlyos szövődmény, a stroke. Tehát a magas vérnyomásnak a szűrése, a diabétes szűrés nagyon fontos lenne a megelőzés szempontjából. Harmadikét említem a kardiológiát, a szív problémákat, de ez is nagyon jelentős, hisz a stroke-oknak a 25%-a szív eredetű, tehát valamilyen szívbetegség áll konkrétan a háttérben, és ennek lesz a következménye a szó kialakulása. Tehát fontos lenne a szívbetegség megelőzése és kezelését, elsősorban a szív ritmuszavarok az, amik fel kell hívni a figyelmet, sokszor már
beteg szubjektíve érzi, hogy valami nincs rendben, mert nem megfelelő szabályosan működik a szíve, ahhoz akkor bizony kardiológushoz kell fordulni, mert egy szívritmuszavar komoly forrása lehet egy súlyos idegrendszer szövődménynek, tehát a stroke kialakulásának. És mi történik akkor, ha már kialakult a stroke? Igazán a neurológus akkor kerül kapcsolatba ezekkel a betegekkel, és azt is el kell mondanunk, hogy a betegek nem fáj a stroke. Ezért aztán halogatják, hogy ráérjük, még nem zavarva az ütétes orvos, majd holnap elmegyek a rendelésre, nem szabad. Mik a stroke tünetei? Tehát egy laikus hogyan veszi észre, hogy a környezetében valaki stroke-ot kapott? Három tünetre szeretném felhívni a figyelmet. Ha betegnek elakad a beszéde, vagy nem érte, amit neki mondanak, ha félrehúzódik a szája, ha meggyengül a karja, ha ebből a három tünetből egy jelen van, már 72% az esélye, hogy a beteg stroke-ot kapott. Tehát ilyenkor fel kell hívni a mentőszolgálatot, és az intézkedni fog. Tehát ezeket kellene tudni minden betegnek, és akkor nincs várakozási idő, mert ha 4,5 belül bekerül, akkor van egyedül lehetőség arra, hogy azt a leghatékonyabb eljárást alkalmazok, amire itt módunk lenne. Mitől van sztrókja a betegnek? Elzáródik egy ilyen. Hogyan lehet az kezelni? Mi az oki kezelés? Kinyitjuk azt az eret. Erre van mód. Fel lehet oldani a vérrögöt. Ezt hívjuk trombolízisnek, vagy vérrögoldó kezelésnek. De erre csupán 4,5 órán belül van lehetőség. Miért nem lehet később megcsinálni? Mert utána nagyon megnövekszik a kockázatok veszélye, elsősorban a vérzés kockázata. Tehát 4,5 órán nem szabad elvégezni, mert akkor már többet áthatnánk a betegnek, mint használhatnánk. De még egyszer mondom, a 4,5 óra az a végső határidő, minél hamarabb, minden perccel veszítünk agytömeget, ha betegnek már sztrókja van. Ha valaki sztrókkal bekerül ide a József András Oktatókórházba, milyen betegutakon megy keresztül? Egy kapus, ugye ellátási rendszerben működünk, rögtön a sürgősség osztálya kezdődik, ami már a beteg, a már a mentő beszól, hogy egy trombolízisre alkalmas beteg érkezni fog, akkor azonnal ott elkezdik szervezni az ellátását, szólnak a CT-ben, szólnak a laborban, ahogy bekerül ezek a vizsgálatok megtörténnek, és haladék nélkül azonnal megindítják a trombolízist, mihelyt ezek az eredmények rendelkezésre állnak. Tehát itt egy maximum egy órán belül mindennek el kell készülni, inkább hamarabb, amikor a beteg bekerült a kórházba, ahhoz, hogy el lehessen kezelni ezt a kezelést. Ha már nincs lehetőség trombolízisre, akkor rögtön haladék nélkül a neurológia osztályra irányítják a beteget, a lízis közben vagy követően is természetesen oda kerül, ahol aztán további ellátások zajlanak. Itt a kardiovaszkuláris centrumban az év minden napján 0-24 órában fogadják a betegeket. Itt 24 órás ellátás van, tehát éjjel, kettőkor, egykor, bármikor érkezik a beteg, ugyanazt az ellátást fogja megkapni, mint a reggeli órákban. Tehát itt rendelkezés áll a kardiológus, a neurológus, a belgyógyász, a sürgősségi szakember, a radiológus, a laboratórium, minden rendelkezés áll, csak jön be a beteg. Van-e valamilyen tendencia, hogyha számokat nézünk, hogy a betegek száma nő vagy csökken az elmúlt években jelentkezettekhez képest? Azért az el lehet mondani, hogyha egy 10 éves távlatot nézünk, akkor a stroke betegek száma valamiért csökken Magyarországon. Tehát valami pozitív tendencia azért van, tehát ezek a különböző tájékoztatók, szívvilágnapja, stroke világnap a hasznosak. Tehát egyre több beteghez eljutnak az üzenetek, tehát csökken a sztrókok száma, de még így is az általunk ellátott 380 ezer lakosból körülbelül évente 800-900 beteg kap sztrókot. Ezeknek a 10%-a érkezett be tavaly megfelelő időben, tehát 4,5 órán belül, ami országos átlagot nézve jó, hisz az országos átlag 5-6%. De még mindig kevés, ha Európához viszonyítjuk, mert ott a jobb helyeken 20%-ot ér el ez az arány. De azért itt is növekedés van, hisz minden évben egyre nőtt ez az arány. Tehát úgy érezzük, hogy javuló tendencia van, de nem lehetünk még megelégedve. Milyenek a betegek gyógyulási esélyei? Nagyok az esélyek. Ott a betegek nagyobb százaléka akár teljesen tünetmentessé válik, vagy minimális tünete lesznek. Ha később kerül be, akkor is megvan az esélye, a pontos százalékot nem tudok mondani, de azért azt meg tudom mondani, hogy 30 napon belül mennyi a halálozás. 30 napon belül a halálozás 14% körül van. Ez megint csak konkrét adat, de ez körülbelül az európai adat is ennyi, amit én most említettem. Ha ezt nézzük, azért ez elég magas, és megint csak minél hamarabb kerül be ennek az elkövetése, annál kisebb, hogy mennyi kerül be konkrétan, mennyi válik később önállóvá, arra azért nem tudok
pontos számot mondani, mert egy lépést még kihagytunk. A betegek nagy része tőlünk a rehabilitáció kerül, hisz van egy jól szervezett rehabilitációs osztályunk. És azok a betegek, akik még komoly tünetekkel rendelkeznek, de már aktív ellátást nem igényelnek, és átkerülnek a rehabilitációs osztályra, azok között nagyon sokan távoznak jó állapotban, minimális tünetekkel, vagy önellátóan állapotban a rehabilitációs osztályról. Mert hogy milyen rehabilitációt igényel egy sztrókon átesett beteg? Hát sokszor meg kell tanítani újra beszélni. Meg kell tanulni olvasni, meg kell tanulni használni a kezét, meg kell tanítanunk járni. Tehát elég összetett, komplex feladatok lehetnek, attól függően adott betegnek milyen tünetei vannak, van akinek csak beszéd, idézőjelben csak beszéd zavar van. De ahhoz, hogy beilleszkedj a társadalomban, meg kell újból beszélni, olvasni, írni. Ezek mind a rehabilitáció feladatai, van akit járni kell megtanítanunk, vagy tanítani a rehabilitációs osztálynak, de erre is van esély. Mennyire jellemző az, hogy aki már egyszer átesett sztrókon, még egyszer megkapja? Hát a kockázat növekszik. Körülbelül egy éven belül annak a kockázata, hogy valamilyen egyéb éreltető problémája, a betegek 10-11%, erre is van pontos adat. De ahogy telik az idő az első sztróktól, annál kisebb az esély, az első hónapban legnagyobb a kockázata, hogy ismétlődik a sztrók, de hogy távolodunk ettől egyre csökkent, de így is egy éven belül, ahogy említ, nem a sztrók, mindenfajta szív, mindenfajta éreredetű megbetegedésnek az előfordulása egy sztrók után olyan 10% körül van. Kik a leginkább veszélyeztetettek? Magas vérnyomással rendelkező betegek, a szívbetegek, cukorbetegek és az idősebb korosztály. De azt is el kell mondanunk, hogy sajnos Magyarországban mindig a európai általános sokkal több volt a fiatal sztrókbeteg, tehát nálunk a 40-es korosztály is már veszélyeztetett. Nincs olyan idő, amikor bármikor tudnék mutatni sajnos az osztályunkon súlyos 40-es évei közepén járó beteget most is. Milyen tanácsokkal engedik haza a sztrókon átesetteket otthonukba? Hát nem tiltjuk a mozgást, amit tud, azt nyugodtan csinálja. Törődjön többet az egészségével, tehát rendszeresebben mérje a vérnyomását. Ha cukorbeteg volt, tartsa be a diétát. Nagyon jellemző, hogy sem a gyógyszeres terápiát, sem a diétát nem tartják be a betegek egy jelentős része, mert sokszor elhagyja a gyógyszert, és akkor másnap elhagyja a vérnyomást csökkenti gyógyszert, és másnap találkozunk a beteggel, mert jelentkezik a szók. Tehát tartsa be azért a orvosi tanácsokat, próbálja legalább a gyógyszert beszedni, az étrendi tanácsokat betartani, nincs semmi tiltva. Nyilván cukorbetegnek szigorúbb a diéta, de egy átlagos sztrókbetegnek könnyű étrenden kellene, nem sok szénhidrátot bevinni, nem nagy étkezések, inkább többször kisebb étkezéseket, nem szigorú szabályokat kell betartani, és talán elmondhatom itt lehet, hogy nem szerencsés, az alkoholfogyasztása teljesen tiltott, mondjuk naponta egy fél deci jó bor elfogyasztása nem tilos, sőt, csökkenti a szókockázatát, bármely is hihetetlen, csökkenti a szókockázatát, nem a nagy ivásról van szó, de egy deci, fél deci jó bor elfogyasztása nem tiltott. Tehát nem szigorúk a tiltások tulajdonképpen, csak be kell tartani ezeket. A Szívvilágnapja kapcsán a belgyógyászat különböző területein dolgozók is felhívják a figyelmet a megelőzésre. Milyen összefüggés van az érrendszeri megbetegedések és mondjuk a diabétesz között? A szív és az agyi katasztrófák jelentős részének, többségének a hátterében anyagcserebetegség áll. Így például a cukorbetegség vagy a kifejezett érelmeszesedés. Ma már sokan a cukorbetegséget valójában egy szívérrendszeri betegségnek tartják, mert nem jó kezelés esetén ez egy felgyorsult, súlyos érelmeszesedéssel jár. És hát ez a figyelemfelkeltő nap, a Szívvilágnapja arra jó, hogy felhívjuk a figyelmet, a jelenlévők figyelmét arra, hogy lehet tenni ez ellen, tehát meg lehet sok mindent előzni. Ez a megelőzés nem feltétlenül csak tablettákból áll. A megelőzés alapvetően életmódról szól, hogy a cukorbetegség többségéhez egy rossz életmód vezet.
az elhízás, a mozgás szegény életmód megágyazza az úgynevezett kettes típusú cukorbetegséget, és hát ez egy világjárvány, a cukorbetegség, ez a kettes típusú cukorbetegség. És hogyha valaki odafigyel, még hogyha megvan egy hajlam rá, akkor akár megelőzhető. Olyan családokban is megelőzhető, ahol több cukorbeteg már van. Hogyha ott a gyermek figyelmét felhívják arra, tud arról, hogy neki nem szabad olyan élelmiszereket fogyasztani, amik nagyon magas cukortartalmúak. Mert ezek valójában mérgezőek, ezek mindenki számára mérgezőek. Gondolok az üdítőkre, bármiféle cukrozott dologra. Ezek, valljuk be, hogy ezek mérgező élelmiszerek, és az egészséges táplálkozásba nem illeszthetők bele. Azaz lehet tenni sok mindent még időben. Hát ez az időben, ez a leghamarabb az iskolai oktatásban, a testnevelés órák számának növekedésében jelentkezhet. Az, hogy az élelmiszerek csúcsa nem a hamburger, hanem a sok zöldség, gyümölcsfogyasztás, ellenőrzött forrásból származó élelmiszerek fogyasztása. Hát ez a legfontosabb. És hát nem igaz az, hogy az egészséges táplálkozás az feltétlenül drágább, mint a nem egészséges táplálkozás. Ha már kialakult valakinél egy cukorbetegség, mit tehet az egészsége megőrzése vagy állapotának megóvása érdekében? Ha már kialakult a cukorbetegség, akkor a szövődményeket akarjuk megelőzni. Ez úgy előzhető meg, hogy egyidejűleg jó vércukorértékeket biztosítunk, egyidejűleg adunk a betegnek vérzsírcsökkentő kezelést, vérrög kialakulását gátló kezelést, és a kezelés legfontosabb része valójában nem gyógyszeres, úgy hívjuk, hogy terápiás betegoktatás, azaz a beteg megkapja azokat az információkat, hogy ezentúl hogyan étkezzen, hogyan mérjen például a vércukrot, milyen élelmiszereket kerüljön, milyen ellenőrzésekre járjon, tehát a betegoktatás szolgálja legjobban azt, hogy a cukorbetegség szövődményeit meg tudjuk előzni. Nagyobb esélye van egy cukorbetegnek arra, hogy valamilyen kardiovaszkuláris betegséget is elkap? Hát különböző számok keringenek, de 2-6-szor gyakoribb a szívérrendszeri betegség cukorbetegeknél. De ezt ki szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rosszul kezelt cukorbetegségre igaz. Akinek jó a kezelése, odafigyel magára, ott a várható életkilátás nem csökken.